Leute ihren sicherlich ganz großen Auftritt dieses Jahr hier auf dem Bizarrefest würden im Rock. Észak-Amerika 1824. Thomas C. entomológus egy a tudomány számára eddig még ismeretlen csíkos szárnyfedő levélbogárfaj ír le. A Szikláshegység keleti peremvidékén a burgonyafélék családjába tartozó Solanum rostratum nevű növényen találta. Colorado és Kansas állam 1850-es évek közepe. A Missouri vidékéről bevándorló telepesek magukkal hozzák a burgonyát, és termeszteni kezdik. Néhány év múlva az észak-amerikai sajtó riasztó híreket közöl egy új kártevőről, mely veszedelmes mértékben lepte el a burgonyát. A nép Colorado bogárnak nevezte. 1874-ben eléri az Atlanti-óceán partjait. 1935-ben betör Belgiumba és Spanyolországba. 1936-ban Hollandiába és Németországba. A második világháború eseményei közepette 1945-ben eléri Csehszlovákiát és Ausztriát. 1947-ben Magyarország. Unió két speciális repülőgépet küldött a Colorado bogár kiirtására. Manninger Adolf Kossuth Díjas professzor és Iván Brogyin közösen vezeti az irtó hadjáratot. Alexej Slahov gépével nemrég még Iránban harcolt a sáskák ellen. Ma hazánkban Moson-Magyaróvár környékén nyújt baráti segítséget. Ez volt az a szent hely, vagy átkós hely, ahol megtalálták a Colorado bogarat, és immár most is ott van a lárva, ott van a kártétele. Szinte órák alatt szaporodik a krumpli bogár. Keresni kellett, még a saját telkünkön is, hogy van-e jelenteni kellett, kötelességünk volt, de mi nálunk ezen a részen nem volt. Ott találtak még az első bogarat, Harfó utcába. És hát Kiki a maga kertjét művelte, és közben találta meg ez a néni itt valahol ezen a 10 hektáros területen az első bogarat. Hát itt a Hársfa utcában találták meg az elsőt. A erdőtől körülbelül úgy 3 házhelyen idébb találták meg. Itt a kertbe, hogyan mondjam, arra vége felé. Pontosan, ahol elvették a telkeket, és ott most a lendvaiék laknak. Első, ennek a földnek megyünk-e, így középet úgy ki, hosszan. És rá, mit mondjak magának? Rá, egy hetire. Hú, annyi Colorado bogár volt itt, hogy rettenetes. Mászkáltuk, repültek, terjeszkedtek. Na, azt akartam én az imént mondani, mikor, hogy Héderváron megjelent a krumpli bogár, ahol mi ilakunk ez a Dödei vásártér mögötti részen, azon a dombon, ott találták másodszor meg a krumpli bogarat. Így, ahogy nézegetem a képeket, egész életem elvonul előttem, hogy fiatalon külföldön jártam, Bécsbe töltöttem egy időt. Több európai városban is voltam, de Hédervár ez nekem mindig olyan nagyon kedves. Evel a üdefáival, nagyszerű kis embereivel, mert itt az emberek olyanok, hogy mondjuk nem egy olyan lelkes emberek, de nem is bántnak senkit. Ezért mindig azt gondolom, hogy a hédervárjakat úgy fel kellene rázni. De akármilyen történelmi idők jönnek,
mindig olyan szép, egyformán megvannak. Nem tudták felfogni ezt, sajnos, de Sanyi bátyám is mondja, hogy nem tudták felfogni az emberek, mert ugye ilyen nem volt itt. Magyarország ilyen nem volt. És ahogy a Sanyi bácsi is mondja, hogy hát nem vették komolyan. Aztán úgy elterjedt, hogy most már ez lesz a megölőm, nem tudom. Na, ez lesz a megölőm talán, mert sajnos. Na, Grombi bogár, az meg ilyen csikos állat, és az csak a krumpit, vagy a krumpinak a rokon növényeit teszi meg, paradicsomot, elsősorban a krumpit, aztán még a paradicsomot, meg a szolanácéjék, a krumpifélék, féléknek a családjába tartozik, és azokat rágja, annak a levelét. Lerakja a lárváját, mondd el, akkor már Pankan, lerakja a lárváját, aztán az eszi meg a krumpinak a rágyát. A krumpli bogarakat úgy öli meg, hogy adottak nekik a körmükkel, és a dugónak, amikor én mondom, hogy ás, és talál egy krumpli bogarat, ellenségének tekinti. Ás! 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 Néhány centiméterre a föld alatt bábkamrát készítenek maguknak. A bábkamrában bonyolult folyamat zajlik le. Bábbá, a báb pedig fokozatosan bogárrá alakul át. Ez az egész fejlődési folyamat tehát, amíg a tojásból kifejlett bogár lesz, alig tart valamivel tovább egy hónapnál. Mihelyt a fiatal bogár kibújik a földből, már maga is rak tojásokat. Az a lárva, ami a bogárpajtás, az nem. A lárva. Az a imágó. Na. Érted, csak azon tud fölszívni, érted? Itt pajtásod, itt az potron, imágó rakja le a lárvát, nem? Potron lélegzik. Érted, és ott tudja fölvenni, csak hát fölül fönn van ezért, fönn van a kitimpáncél, érted, mindjárt ott fölül nem tudom. Érzékelője is neki, hát nem mond. Az és hogyha az már egyszer kap, akkor már az megpusztul utána, mert egyáltalán megbolondul így keringő körbe neked. Csak azon, hát eleve felig ide figyelj, hát eleve van a fej, a száncs, a potró. Amúgy is a has, meg a patróját. Hát az imágó rakja le a izét, a lárvát. Az elvanyált kinyert. Hát bocsánat, hogy majdnem rosszul mondtam. Hát tudod mi az, hogy imágó? Az a imágó. Amelyik lerakja a lárvát az izé a levél alá. Nem? Nem. Akkor vitatkozzunk, jó? Hát az a imágó, ami ott van lent, és utána jön a pondró, még úgy, mint a cserebogárnak. És nem akarok olyan vitatkozni, de nincs igazad, mert... Jó, hagyjuk hosszú. Kiskutáló, te! Hát, no, gyere, visszajössz? No, följöhetsz. Ó, hát, ilyen nagy. Hát, mit gondolsz, mindig lehet? Ez csak kivételes. Coca-Cola, hallod? Azt te még nem ismered, milyen a Coca-Cola. Ugye, kiskutáló? Így találtra te apósod, Naci, az volt a első krumpi bogárnak a ideje. Megtalálója, nem tudom, hogy 10 pákgyőt kap, vagy 10 forintot kapott, vagy 100 forintot kapott. Jutalói kép. Már jó volt. Ha jó, ha. Van egy dolog. Most
én nekem a feleségem, ezek szerint a Colorado bogárnak, aki megtalálta annak a leánya. Hát mi úgy tudjuk, itt páran is már beszéltünk róla, mert hallották, hogy a Rostáné mondta, hogy az ő apja találta meg az elsőt, de a többség úgy állítja, hogy a kis Györgyné találta meg az első bogarat. Ez egy munkanap volt, mert a gyerekeket kivitték, a iskolába is kivitték. Azok találták meg. Persze. Nem, állítólag a Csiszár Pista találta meg az elsőt. Tóth József nem az, ahol most én lakom, ahol azért volt az a halszáj. De nem építettek rá, krumpit vetett, ott találta meg első bugarat. Hát, én nem is nézegettem volna, vagyis hát de nem tudom, hogyha én találtam volna, meg mi lett volna, megtaláltam volna. Vagy úgy vettem volna, mint a többi bogarakat. Dugó, Csík Anna. Dugóval úgy ismerkedtünk meg, hogy a kiskutyám ott volt a 3-4 darab kutyával, és megkergettek egy macskát. Oda jött hozzám, egy kicsit félénken, és akkor ismerkedtünk meg legelőször. És behozta mi hozzánk etett gírtel, és rájöttem, hogy ez a kutya rettentő nagy képességű. Hasalni tud, meg ilyesmit tud. És akkor tudtam meg, hogy mennyire okos lehet egy ilyen kutya, és jó. Már többször segített nekem mindenbe. Ennyi volt. Ennyi tovább. Gyere, Dugó! Gyere, gyere szépen, gyere! Most megmutatod. Dugó! Készülsz? Gyere! Visszafele, Dugó! Készülsz? Most! Ennél többet nem tudunk már. 46-ban a főműves miniszter lehézett óvára, és megbíztak engem azzal, hogy a Győr Moson megye területén a növényvédelmi vonalat a növényvédelmi felügyelőség megszervezésével végezzem el. Tehát mindenképpen pontos közölném valam az, hogy hédaváriaknak köszönhetjük azt, hogy oly alaposan ismerték fel a burgonya bogarat, mert máshonnan kaptunk különböző bejelentéseket, de egyáltalában nem rögzítette a burgonya bogarat kiszállásainkor, de végül Hédevár felhízenül igazolta, hogy ott megjelent a burgonya bogár. Tehát hadd érdeklődöm már, mi a véleményük, hogy az, hogy Hédeváron találták meg első krumpli bogarat, ez most szégyenérzetet jelent, vagy büszkék rá, hogy Hédervár ezzel is kitűnt, vagy hát, közömbösek ebben a dologban? Büszkék erre nem lehetnek, mert bizony megeszi a krumplit, erre büszkék nem lehetnek a hédervárjak a krumpli bogárra. Én szerintem legalább. Hát legalább azért lehetünk rá büszkék, mert mi voltunk annyira figyelmesek, hogy felfigyeltünk rá, mert lehet, hogy más községben is volt, csak azt gondolták, hogy jó van, el van intézve. Legalább a hédervárjak figyelmességére hívja fel a figyelmet, hogy mi legalább észrevettük, hogy ez olyan, amit még idáig nem láttunk. Nem? Mondjuk híresebben lennék, olajkutat találnánk. Akkor keresek itt valahol egy ez jó lesz. Gyere, Dugó. Akkor megszedjük együtt az almákat. Gyere. Így. Na, gyere. Gyere. Gyere, Dugó. Ezt is szedjük fel. Na. Na, Matyi, hogyan került ide a bogár? Akkor meséljük. Te szerinted? Szerintem az úgy került ide, amikor megkaptuk Amerikából segélyt. Hát azt csak krumplival hozhatták át, érted? Igen.
bogár jól repül. Nagy távolságokat leküzdve, újabb és újabb területeket foglalt el. 1874-ben behatolt Kanada területére, és elérte az Atlanti-óceán partjait. Vagyis Coronado államból kapták a franciák ezt a krumpit. A franciák tovább adták igen hamar a németeknek, mert háborús viszonylat volt. És úgy került be, mikor a németek itt élelmeztek, abból maradt meg és abból ütettek. Akkor került elő Hédérváron először, 46 őszint. Az új kártevő elterjedésének semmi sem állhatta útját. Sem az erdőségek, sem a folyók, sem az éghajlati különbség. Hát én egyszer úgy olvastam, hogy Amerikából gyalog jöttek ezek Európába, ezek a kolorádok, és a végén már Magyarországon is megtelepedtek. Én azt olvastam egy könyvbe. Ez a muszlica bogár. Ez éppen úgy jött be, mint a Coronado bogár az országban. Annyi, hogy 45-ben, mikor nálunk 45-ben voltak itten, 45-ben a lovakkal hozták be azt a apró kis muszlicát, ami a lovaknak a fülit csíptem marta, ha nem vigyázok rá, ki is szedi, ki marják sebesre a lónak a fülit. És azóta van a magyar lovakon fülvédő. A végéig sajnos nem tudja táncolni, mert addigra már kifárad. Akkor most kellene befejezni, mert már észreveszem, hogy nem is tud nagyon táncolni. Úgy hallottam csak, de akkor 50 fillér szedték össze az egy darabját. Hát az 50 fillér nem volt 47, volt biztos. 50 fillér. Annyira nem volt. Szerintem 5 fillér lehetett. 5 fillér nem is volt. Egy. 5 fillér meg biztos, hogy nem. Egy-kettőt akkor találtunk. Ez pont olyan bajtás, mint az én. Fertőn, amikor megtalálták Fertőrön a burgonyarákot, érted? Az is karantén volt. Azóta sincsen. Azt ki tudták érteni. A burgonya bogarat csak valamennyi burgonya és paradicsomvetés gondos átvizsgálásával lehet megtalálni és idejében megsemmisíteni. Tehát folyamatosan vizsgálták a meglévő burgonya táblákat, hogy van-e rajta burgonya bogár fertőzés. Ezt közmunkaként a községházáról rendelték el, minden háznak hetente egy napra köteles volt egy szemét kiállítani,
és általában a gyerekeket küldték, mert a felnőttek azok dolgozni szerettek volna, nem közmunkába járni. Így kerültem bele én is 5-6 éves koromba az ilyen csapatba, és egy felnőtt vezetésével egy hatalmas gyermekraj járta végig a burgonyatáblákat, két-két sor jutott egy személyre, és tüzetesen átvizsgálva kellett gyűjteni a bogarakat és a lárvákat egy üvegbe, ami aztán később megsemmisítése került. Már a bogár, ami az üvegbe volt. Mindenütt felhívják a lakosság figyelmét az amerikai burgonyabogár elleni védekezésre. A krumpli bogár szedésének, szerezését azt én itt az iskolába szerveztem meg, gyerekekkel együtt kimentünk, ilyen nyufaskatujákkal. Üres nyufaskatujákkal, és mindegyik gyerek megtölte, megszedte a bogarakat. És akkor ezt átadtuk ezeknek az agronomusoknak, akik ezt gyűjtötték, hogy hova szállították, nem tudom, biztos vitték, szállították Pestre, ilyen laboratóriumokat vizsgálni. Én úgy emlékszem, hogy hétfőn kín volt a bogarászónap, a községháza előtt kellett gyülekezni, minden háztól ki volt vezényem, egy ember, erre nem emlékezni? Látod, erre már nem emlékszem. Már kivittek benne, hogy bogorászni, na. És elhagytam egyet, és kaptam egy magasságú egy nagy egyet, elhagyom benne. Elhagytam. Ugye? Pisti? Pisti, te is emlékszél rá, így volt, nem? Aki nem talált, aki eljött, az kapott egy egyes magasságú. És nem mehetett tovább tanulni se. Az vitte azt a egyet, vitte magával az iskolába tovább is. Úgyhogy tehát olyan szigorú egy rendszer volt. A vetések ellenőrzését a nyár folyamán többször is meg kell ismételni. Különösen vigyázni kell azokra a területekre, amelyek közel fekszenek a nemzetközi útvonalakhoz. Jaj, itt van a Pista, az én Pistám. Itt volt szegényként, ő az én férjem. 50 évig éltünk együtt boldogan, nagy megértésbe. Még most is írok hozzá verseket. Pedig már régen szegénykém a karjaim között halt meg, avval a szóval, hogy szép volt veled, és lehunta a szemét. Húgom is ott volt, és azt mondta, hogy még így meghalni senkit nem látott. Hát ezt a verset például nem rég írtam. Az én kis füzetemre az van írva, hogy a nagy művészet is alkotás. Én az egyszerű kis lelkemmel ezt írtam. Szomorúan, árván, ha felébredek, reggelit készíteni sietve megyek. Ajtó sem nyílik, s te újra itt vagy. Meginni frissen főzött kakaódat. Fénylő szárnyadat a székre támasztod, emberséges kezedet felém nyújtod. Árod belőled a béke és nyugalom, hogy elmentél, ezt én már sehol nem találom. Megköszönöm neked újra és újra, hogy számodra az egyetlen csak én voltam. A surranó idő egy percre megáll, átsuhan felettünk az örökké valóság. Mennyei boldogság árad szerte szét, ezzel a gyönyörű reggeli véget ért. Ó, te kötfátyolos, illanú fantázia, csak ez az életem vigasztalója, s így, hogy eljössz hozzám újra és újra, nehéz sorsom a lelkem csak így bírja. Hát, kis Pistikám, sok képen itt vagy. Jé, itt meg fogságból, mikor hazajöttek, a dr. Jermi Tibor, a jó barátja volt Pistának, együtt voltak fogságba, orosz fogságba. Hát a Jermi Tibor, ő találta meg a Colorado bogarat. Burgonyabogár. Burgonyabogár az én életemben is nagyon fontos szerepet játszott. Amikor 47. júliusában visszaérkeztem hadifogságból, amit a Szovjetunió egyik gulágjában töltöttem, nem sokára kiküldtek Hédervárra egy burgonyabogár laboratóriumnak a megszervezése céljából. Nagyon jól jött nekem, mert én
akkor 50 kilósan érkeztem haza, és a Hédervári egyik kedves családnál helyezkedtem el, ahol egy hónap alatt egy hektoliter tejet fogyasztottam el, és ezzel hát a régi súlyomat visszaszereztem. És óriási riadalom támadt, és a budapesti növényvédő állomás teljes apparátussal kivonult ide Dödébe, munkásokat hoztak, egy egész brigádot. 20 méter hosszan felásták a földet, körülbelül másfél méter mélyen, és több mázsa, DDT, Matador port hintettek bele. Utána fél méter vastagon letemették, a friss földdel utána újra leszórták vastagon Matador porral. De sajnos a bogár elszúnyadt egy évig, de két év múlva teljes erővel feltört. Most kezembe tartok egy üveget. Ebben az üvegben van az a bogár, illusztris bogár, amelyet hívnak kolorádói burgonya bogárnak. Azért mondják kolorádói burgonya bogár, mert Amerikából, Colorado államból származik, innen kapta a nevét burgonya, kolorádói burgonya bogár. Ez hogy került hozzám? Úgy került hozzám, mint a védekezés megindult, nem sokat kellett keresnem, első bogarat kérem szépen meglelve, eltettem emléktárgyaim kezé. Ezt mutatom most meg. Gyere, dugó, hopsz. Gyere, dugó, hopsz, gyere. Ennél tovább sajnos nem tudom már, mert ugye akkor lemenni sajnos már. Így is le tudunk. Utázd meg, dugó, hogy kell lemenni. Gyerünk. És akkor most mi legyen? Bicikli sajnos nincs meg. Te, mami, vizet keresem ma. Ide figyelj, most normális vagy te? Jó van, megbeszéljük. Azt a nagytérképet keresem, amit hoztam egyszer, ugye. Hát nem vagy normális, Jeddig bű, hoztam egy térképet, mama. Igen. Mondom azt a közigazgatás. Nem magyarázd, te normális legyél, létszüve. De a közigazgatási térképet akarom előszerni kis tivére. Már itt volt. Ugyan a helye is volnám valahol letenni. Jaj, édes fiacska. Helye is volna. Ha nekünk olyan lakásunk van, nyertem volna ott egy ötöst, akkor ma nem foglalkoznak ilyen, de... Normális legyél, akkor nézd meg a színbe. Ezt tudom, vegyszer kell hozzája, hogy ezt letakarítani. Hoztam már meleget. Na, kisó, mert beszélek, annak van ilyen, ez egy térkép vegyszere. Na, jó lesz így, vagy még. Ha letakarítatom vele. Jó lesz így? Jó. Itt vagyunk, itt a Dunai, itt a Dunai. Ezen a rész. Na, Budapest. Itt a Dunai, itt vagyunk-e, itt a Duna, itt van Budapest, itt a Dunakanyar. Így jön Duna fölfele. Itt van Szigetköz. Ez a Szigetköznek a része. Itt találták meg, és ez a burgonya, ez így, ebbe irányba elterjedt, az biztos. Ebbe irányba terjedt el. 1950 nyarán amerikai repülőgépek behatoltak a Német Demokratikus Társaság légiterébe, és aljas szándékkal ilyen fekete sávos bogarak millióit szórták le. A túj háború gyújtogatói a népi demokráciák békés dolgozóit akarták megkárosítani. Nem, az nem igaz. Az nem lett igaz, mert azt nem lehet leszórni. Biztos, hogy le lehet szórni. Krumplival hozták be. Elvetezhettek, úgy leszórhatták, nem? Krumplival hozták be, mert burgonyából benne, most már krumpli benne van, a belsőben bogár. A lárva benne van. A krumpliba. Igen, és az úgy jött.
Annyi volt, azért adták nekünk ezt, nem tudom, mit csinálni. Na még a politika helyzet olyan volt, hogy alunk, de majd megnézzük, hogy mit kapunk. Nem? Igazságot azt nem tudjuk, hogy volt végül is. Ez is belejátszhatott, szerintem. Burgonya bogár megjelenésével kapcsolatban gondolom több rögzíteni való nincs, de megjegyezni kívánom azt, hogy azok a szálingó mesék, hogy külföldi ellenséges csapatok, angolok, amerikaiak szórták le a burgonya bogarat, hogy a magyar burgonya termés megsemmisítsék, illúzió. Tavaly megijedtem, hogyha fiúnakám szerint egy-kétig iszok, szavény leszek, de nem adtak szabadságot, abár fiú lett, de nem adtak, mert hát ugye olyan munkakörbe került, ahogy nem lehetett tárgyalni. De közben mondd el, hogy nem egy unoka született abban az évben, hanem kettő. Két fiú unoka. Ami itthon lett meg sajnos kisebb körülmények között, mert a doktornak üzentek és nem jött ki. Amántól kijött, amely nem vállult el a szülést, aztán... Jaj, nem úgy volt az egész. Én voltam ott, mikor a kisgyerek meglett. Úgyhogy én segítkeztem a szülésnél. Nem magyarázzá. Itt hol lett, igen, a háznál. Igen. Miért lett meg itt van? Mert a között... Jaj, nem hozzá bele ilyeneket a pár. Nem szabad. Nem szabad, nem. Nem, egyáltalán. Nem tudod a tényeket. Nem ja, akkor mentőt, aztán a mentős nem segít. Igen, mert hát onnan kell... Ha megsültem, megyem a gyereket, aztán fogta a lábakat, aztán... Mentős meg visszafordult. Én futkároztam az orvosért, hogy jöjjön ki segíteni. Azt mondta, hogy ő nem tud, mert ő nem ért hozzá. Hívjunk másikat. Aztán közben hívták ki a másik mentősöket, aztán... Akkor kijöttek, és akkor mindjárt részesítették. Na, első segélyben részesítették. Ez egy magyar közveti orvos. Egy szülés nem tud levezetni. Hát azért nem arra, hogy nem mondjál ilyet apádnak. Akkor miért nem ment el? Hát nem ért hozzá. Nem. Mint a főorvos, azért nem ért hozzá. Nagyon rendes, úgyhogy nem látom. Nagyon rendes, csak egy baja van. A villám nem vágott belé. Nem szabad. Gyere, dugod. Meddig szóljon, ne kerüljen vele az udvart? Vagy itt a muskátliknál megálljunk? Aztán ott megszagolja majd a muskátlikat, azt tudom. Gyere! Gyere! Gyere, dugó! Gyere, szagold meg! Te szagold meg! Szagold meg! Mozgatja is az orrát. Akkor most visszafele is megyünk, gyere! Az imperialisták aljas merénylete közelebb hozta a veszélyt a Szovjetunió határaihoz is. De a Szovjetunió határait gondosan őrzik. Minden egyes hajót, amely külföldről érkezik a szovjet kikötőkbe, alapos vizsgálatnak vetnek alá. Átvizsgálják a külföldi árulakományokat is. Megvédik a Szovjetunió gazdag mezőgazdaságát a növényi és állati kártevők behurcolásától. Hát ez mind csak képzelt szüleménye, mert ezt mi akadályozni, ha cserekereskedelem, vagy bármilyen kereskedelem van országok között, ezt lehetetlenség megakadályozni, hogy a krumplibogár ne hívja át a volt Szovjetunió területére. Átjött, elég hamar átjött, mert ahogy itt nálunk volt, egy év múlva már Ukrajnában is épp úgy volt, mint itt. Tehát úgy eljutott. A védekezés szempontjából könnyebb helyzetben voltak a szovjetek, és pedig azért, mert nagy, több ezer hektáros területen dolgoztak, például több ezer hektáron volt csak burgonya, több ezer hektáron volt csak buza, vagy árpa. De a mérhetetlen kolhozmezők sohasem adnak szállást az amerikai kártevőknek. A
szovjet kormány idejében megtett minden óvintézkedést, hogy elhárítsa az amerikai burgonyabogár esetleges behatolását. Bármilyen úton érkeznének ezek a veszedelmes kártevők a Szovjetunió területére, már készenlétben állnak a különleges gépek és mérgező anyagok, amelyek biztos védelmet nyújtanak velük szemben. A nagyszerű szovjet technika bármely pillanatban készen áll a szántóföldek védelmére. Ezzel szemben később aztán, amikor a Szovjetunióba került, ott azt a hibát követték el, hogy fizettek minden burgonya bogárért, amit olyan területen találtak, ahol még eddig nem volt fertőzött. Ennek az volt a következménye, hogy később aztán a szovjet kollégák mesélték, hogy a jó muzsikok fogták magukat, egy gyufaskatúja bogarat elvittek 15-20 kilométer oda, és ott megtalálták, és ezért komoly rubeleket kaptak. Úgyhogy a Szovjetunióban később a terjedés helyett terjesztés következtében rendkívül gyorsan, rendkívül fölgyorsult ez a kelet irányú terjeszkedés a bogárnak. A legfontosabb azonban, hogy mindenki felismerje a burgonya új veszélyes kártevőjét. Hát a határokon olyan szankciókat alkalmaztak, hogy például ki se lehet menni a Szovjetunióba. Hát a 40-et után innen csak ki lehet menni hadipogóinak, vagy kényszermunkára, akiket kivittek. A nemzetközi forgalmat lebonyolító repülőtereken az utasok podgyászát is átvizsgálják. Külföldről érkezett almán, gyümölcsfák kártevői rejtőzhetnek. De még a virágcsokor is veszélyes lehet. Persze, azt hiába nézi nagyítóval, ha baktériumokról van szó, akkor hiába nézi, nem is látja. Másosabban, ha pedig bogarakról van szó, stb. Hát az úgyis elbújik, azt nem fogja meglátni, ha kisdobál mindent a csomagból, mert az olyan helyre bújik el, azt még nem látja. Hát akkor mondom, ha ezt meg lehet volna oldani, nem lett volna a krumpli bogár a szovjeteknél. Lett, bőven, máma is van. Itt van az a macska. Hát az nem, nincs velem kibékülve, mert ugye nem megelészik el, mi mellett tegér nem vesz észre, nyilközben bal csülökkel megtódom, büntetésből. És hát a krumpli bogár ügy után, ugye nem sokára jött a gyapott ügy, és ugye gyapott ügy, egy kis versike is jött hozzá, mert ugye az ember pávokörben tanultuk, egy több gyapott szedően ótát, és hát még rajtam is van villetelippa. Pávokörösen ilyen ingékbe jártunk versenyekre. És van is egy kis versike, ember nálunk nincs mesztelen, mióta így gyapott terem, gyapottunk fehér, mint a hó, vetni, szedni. Jó, köszönjük, Szovjetunió! Akkor most jön a kavicsdobálás, jó? Ennél többet már sajnos nem tudunk. Dugom. Hát a dugó szemébe barátságot, jóságot és szeretetet és hűséget lehet látni a szemébe. Mert ez egy igen okos kutya. Azt lehet benne látni. Most kell majd megmutatnom a szemét. Ahogy néz arra a kavicsra. Nagyon sokat tud. Arról, hogy mennyire fájhatott neki, amikor kidobta a régi gazdája. Olyan nincsen, ide várom valakit, hogy itt krumplibogár volt. Itt találták az első krumplibogart, ezt mindenki tudja. Tudod, hogy Magyarországon hol találták meg először? Nem. Krumplibogarat? Nem. Itt találták meg, itt a mamáéknak a kertjükbe. A fiatalok nem foglalkoznak már főddel se jóformán, ugye nem, hogy a bogárról nem érdekli az most a fiatalokat, hogy mi lesz ennek a sorsa, mert ugye elég van téve, megszokták a kényelmet, megszokták a videót, megszokták a utazást.
szinte nem is ismerik. Én tudom azt, hogy van olyan városi fiatal, aki nem is látott még krumpli bogarat. Három pár ízelt lába van, fekete és sárga csíkok vannak rajta. A kemény kitén láttad elén. Na, onnan tudod ezt te? Na, mert tanultuk biológiával, azért nem? Hát tényleg, kártevő rovar, vagy bogár? Nem. Bogár. Megeszi a krumplinak a levelét. Különben is bogár. Hogy is van? De bogár, hogyan fejlődik? Bogár ez a rovar? Mit tudom én? Szerintem... átalakulás nélkül fejlődik, nem? Három pár ízelt lába. Mondjuk még. Ki tanulta meg ezt a bigyóleckét egyáltalán? Fete lárva bá! Fete lárva bá! Én ezt kiadtam! Kifejlett rovar! Most a lényeg az, hogy a országos mozgalomnak sokkal erősebbnek kéne lenni a koroládó bogár elleni védelemnél, a fellépésnél, sokkal intenzív mozgalomnak kéne lenni, mert szerintem a fiatalság egyáltalán nem törődik vele, mondjuk azt mondhatnám, hogy érdektelen a koroládó bogár pusztításával szemben. Nem csak a senki nem törődik, sajnos. És ez a rendszerváltás egy kicsit vissza az, hogy a... Sűrűn jött. Kicsit ezt 5 évet költ volna várra. 5 év alatt költ volna megcsinálni a rendszerváltást, és akkor lett volna jó. 5 év alatt ezt megcsinálni, 5 év alatt, és akkor nem lett volna semmi hiba. A mezőgazdaság átvészhette volna, de így egy év alatt ezt a rendszerváltást nem lehet megcsinálni. Ez természetes dolog, hogy ez kicsit elkapkodott dolog volt, és ezért a végek is el fognak majd szaporodni. Diós tészta! Jó, köszönöm szépen! Nálunk is vendégek voltak, úgyhogy kicsit el vagyunk késve, mi is kaptunk telefont. Nem baj, jókor van az ebéd. Jó van, jó étvágyak, viszont! Köszönöm szépen, viszontlátásra! Megnézzük, mi van. Kicsoda meglepetés. Jó vagy de jó? Szakács néni azt mondta, hogy de jó. Kíváncsi vagy. Ó, hát ezt megnézzük. No, ez biztos jó húsleves. De én nem régen reggeliztem. Ennek tészta. Tudja, mit egyék meg maguk. Jó. Majd hozok ki. És egy kis bort isznak utána? Jó. Kérem szépen, itt vagyunk abban a nevezetes Dödében, amit Dödének neveznek, belső kert volt. Falu alatt itt találtak meg másodszor a koroládó bogarat Hédervárban. Ezen a kis dombon, március dereka körül. Burgonya bogár jelentőségére vonatkozóan, volt idő, amikor azt mondtam, hogy a burgonya bogárnak tulajdonképpen szobrot kellene állítani, és pedig a magyar növényvédelem szobrot kellene, hogy állítson, mert a növényvédelmi szervezetnek későbbi nagyon jelentősen kifejlődött növényvédelmi szervezetnek a megalapítása tulajdonképpen akkor kezdődött, mert ez a burgonya bogár elleni védekezési csoportok, ezek voltak a kiinduló pontjai a későbbi növényvédő állomási hálózatnak. Azóta is a magyar mezőgazdaságnak horribilis károkat okoz évente a ellene való védekezés. De a bogarat se visszaküldeni nem lehet, koroládóba se kiirtani, nem lehet. Ennyit tudok mondani a bogárról. Köszönöm szépen. Már megint itt vannak. Adjak már mi a krumpli bogárról, inkább nézzük a meccset. Gyerünk! Ennyi marra fejezt. Jó, mikor volt az es? Hátérődünk rá. Ez se volt az. Ez nem volt az egyáltalán. Hülyen a
Jó. Éri bele, úgy van. Rúgja, szépen a rúgja. Így legalább a miénkben. Ott a Fábia. Úgy van. Húzd le! Júj! Laci, hogy van Tamás? Miért labdát elrúgt? Labdát rúgt el! Miért? A labdát rúgt el! Itt volt már a labda, amikor elesett a gyerek. Jó, hülye vagy nettes, hogy téged kívánok! Nem kell lefújni! Az anyu! A Tamás megkerülte már a gyereket is. Gyerekek! Figyelj! Az az Mézi! Hogy van? Gyerünk oda, Tomi! Fábián, elfáradt egy kicsit.